Az ES során az érdeklődők megtanulhatták, hogyan kell felismerni az adott pálinka erényeit, illetve esetleg hibáit. A pálinka bírák segítségével megtudható többek között az is, hogy mi a különbség az elő- és az utópárlatos, a fáradt és az üde, a karakteres és a jellegtelen párlatok között. Majd a kóstoló résztvevői tesztelhetnek is 10 tavalyi győztes pálinkát. Nagyon fontosnak tartjuk bemutatni azt a szakmai munkát, amelynek során a termékek átesnek azon az érzésszerű bíráton, aminek a végeredményeként kialakulnak a pontszámok és az érmes helyezések. Szeretnénk, hogyha a fogyasztók is tudnák, hogy ezek az érmek, ezek a pontszámok mit akarnak, ezért 3 este olyan programokat szervezünk, ahol szakképzett bírálók végigkísérik őket a bírálat folyamatain, meg lehet ismerni a pálinkák erőnyeit, és hát adott esetben megtanuljuk felismerni azokat a hibákat is, amik megkülönböztetik a jó pálinkát a kevésbé jó pálinkától. Ez a pálinkázó okosan egy előzetes regisztrációhoz kötött, hiszen különböző kérdésekre kellett válaszolni. Azért nem voltak nehezek a kérdések. Igen, nem volt célunk elrettenteni a fogyasztókat, de egy regisztrációt sajnos mégiscsak be kellett vezetnünk, hiszen egy ilyen bírálói tréninget nagyjából 15-20 fős létszámig tud a bírálatvezetője tartani, tehát nem a gyors pálinka fogyasztást szeretnénk itt ezeken a rendezvényeken promotálni, hanem tényleg a részletekbe menő kommunikációval megerősíteni őket abban, hogy mit kell abban a pálinkában észrevenni, mik azok az apró momentumok, amelyek alapján a bíráló eldönti, hogy ez egy arany, ezüst vagy egy bronzérmes termék. És az utcaemberének is lesz lehetősége, hiszen különböző flashmobokat is tartanak majd itt a 3 nap alatt. Hogyne, egyrészt hálásak vagyunk a városnak, hogy befogadták ezt a rendezvényt, másrészt van egy küldetésünk is, népszerűsíteni szeretnénk a hungarikum, a magyar pálinkát, ezt a hungarikumot, és ennek érdekében a korábbi évek versenygyőztes termékeiből teljesen véletlenszerű időpontokban és helyszíneken a lakosság számára is kóstolót biztosítunk, pontosan azért, hogy ők is tudjanak tájékozódni, hogy milyen színvonalas munka folyik itt a szakmai háttérben. És hogyan zajlik egy igazi pálinka kóstoló? Arról Szikora Dániel okleveles pálinka mérnök és pálinka bírálót kérdeztük. 5 különböző szempont van. A első és legfontosabb, amivel kezdünk, az a illat és az íznek a tisztasága. Ezt külön-külön határozzuk meg. A tisztaság alatt a technológiailag a hibátlan pálinkának a megtalálását értem. Hogyha bármiféle technológiai hibát tartalmaz az a pálinka, akkor azt mondhatjuk, hogy ez technológiailag nem tiszta, ezt egyértelműen föl kell ismerni, és meg is kell fogalmazni, hogy a gyártó számára világossá váljon az, hogy az ő pálinkája miért esett ki a mezőnyből, miért nem kapott érmet. Amennyiben az illattisztaság és az íztisztaságra azt lehet mondani, hogy megfelelő, technológiai hibát nem tartalmaz, ez igaz a gyümölcsnek a tisztaságára, a erjesztésnek a technológiailag a hibátlanságára, illetve a lepárlás körülményének a meghatározására, akkor azt lehet mondani, hogy haladhatunk szépen tovább, és az illat, íz karakter kell nekünk megfogalmaznunk. Itt nagyon fontos, hogy szép, kerek mondatokat alkossunk, főleg akkor, hogyha egy ezüst aranyérmes pálinkáról van szó, hiszen azért tudni kell, hogy egy pálinkának az előállítása az nagyon-nagyon sok idő, sok energia befektetéssel jár, így aztán végképp oda kell figyelnünk arra, hogy szépen megfogalmazzuk a pálinkának a gyönyörűségét, azokat a szép fajta jellegeket, amivel rendelkezik éppen az. Kovács Hagyó András okleveles pálinkabíráló és pálinka technológiai fejlesztő szerint a szakszerű kóstolás az illatolással kezdődik. Meg kell illatolni először a pálinkát, az illat az általában 80%-ban meghatározza azokat az elsődleges illatkaraktereket, amiből tudunk arra következtetni, hogy ez a pálinka a kóstolás folyamán kellemes lesz-e, vagy még kellemesebb. Itt elhangzott tegnap, hogy a hőmérséklet sem mindegy, hogy milyen hőfokon kóstolunk pálinkát. Igen. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a pálinkát a szobahőmérsékleten kell és szabad fogyasztani. És nagyon sokan elkövetik azt a hibát, ez egy régi beidegződés, hogy hűtőszekrényben teszik ki, és jó hidegen kóstolják. A hidegnek az lesz a következménye, hogy az elsődleges primer aromák azok idézőjelben nem nyílnak ki, tehát csak a hideg és egy neutrális jellegű pálinkát fogunk kóstolni, tehát pont azok az illat és ízanyagok nem jönnek vissza, ami a pálinkára jellemző. Tehát a szobahőmérséklet az 18-22 fok körül ajánlott.
És mondjuk, aki többet kóstolt ott tegnap is, láttunk ott sajtot, láttunk ott kiflit, tehát azért valamivel semlegesíteni kell a kettő között ízt. Igen, minden körülmények között szükséges két pálinka között vagy vizet. Azt egyébként is szükséges, mert legalább 10-szeres mennyiségű vizet kell elfogyasztani ahhoz, hogy a szervezet ezt ne bánja meg, de mindemellett az ízeket semlegesíteni. Ezek általában neutrális jellegű dolgok, egy kenyér, ami gyakorlatilag mindenféle fűszermentes, vagy pedig alma, vagy sajtok. Ezek tökéletesen alkalmasak arra, hogy elválasszuk az ízeket egymástól. Az utóbbi időben nagyon elterjedtek az ágyas pálinkák. Régen azt tartották, hogy a legrosszabb pálinkát ágyas pálinkaként jobbá lehet tenni. Így van ez? Kérdeztük a pálinka mestertől. Minden hírnek van valamilyen valóság alapja. Valóban korábban, régen, 10-20 évvel ezelőtt, nem azt mondom, hogy jellemző, de találkoztunk ilyen tételekkel. Hála a Jóistennek most már ezt egy előre megfontolt, úgymond tudományos alapon összerakott tételekre teszik rá, és általában nem az a jellemző, hogy egy rossz pálinkát próbálnak ágyazni, és az ágyazással elfedni a hibákat, hanem az ágyazás az hozzáad a tételhez. Egy picit populárisabb lesz, egy picit édeskésebb lesz, egy picit nőiesebb lesz, egy picit behízelgőbb lesz, és vannak nagyon kiváló ágyas tételek. Csütörtök este Raffai Tamás pálinka mestertől hallgathattak tanácsot a Pálinkáz Okosan vendégei. Minden egyes ilyen pálinka kóstolót, ugyanúgy a borkóstolókhoz hasonlóan fel szoktunk építeni, itt gondolok a tételeknek a sorrendjére. Először kezdünk egy kevésbé jellegzetes, kevésbé karakteres gyümölcsel, és szépen lassan haladunk a karakteresebb gyümölcsök felé, úgy, mint mondjuk bogyósok, vadak, és akkor a végére például maradnak a törkölyök, meg mondjuk az ágyasok. Itt láttam azért, hogy lesznek különlegesek, amelyek tegnap nem voltak. Gondolom, hogy ez direkt azért van, hogy minél több fajtát megkóstoljanak a karcagiak is. Így van, ez a lényege, ez egész rendezvénynek a lényege, hogy minél többféle pálinkát, minél több pálinkaháznak a termékét meg tudjuk mutatni itt a kilátogató közönségnek. Szakemberként az ágyas pálinkát szereti, vagy inkább csak ami tiszta? Én kevésbé vagyok az ágyas pálinkáknak a híve, de mind általában a jó pálinkát, a jó ágyas pálinkát is nagyon-nagyon tudom értékelni, tehát hogyha egy jó ágyas pálinkával találkozom, azt természetesen nagyon szívesen fogyasztom, akár én is. Mitől jó egy ágyas pálinka, hiszen régebben azért azt mondták, hogy a rossz pálinkából így lehet jó pálinkát csinálni. Igen, sajnos ezeknek az ágyas pálinkáknak is volt egy ilyen nem igazán pozitív vízhangja ezelőtt még akár pár évvel is. Ugye itt azt kell tudni, hogy magának az alapanyagnak is jó minőségűnek kell lennie, illetve annak a gyümölcságynak, amire aztán ezt ráteszik, és az egésznek a lényege, hogy ki kell, hogy egészítsék egymást, tehát mindenképpen egy plusz íz, plusz aroma kihozatal legyen úgymond ennek a házasításnak a vége. Milyen meghökkentő házasítások vannak, és melyek azok, amelyekre azt gondolnánk, hogy fú, milyen, és akkor kiderül, hogy szuper. Gyakorlatilag nincsen ilyen, az érdekes, hogy ezt is, mint mindent, nagyon érdekes, illetve nem is talán annyira érdekes, egész egyszerűen össze kell kóstolni. Tehát egészen pontosan egy ilyen összeállítás az úgy zajlik, hogy az ember készít különböző összeállítású ilyen házasításokat, vagy úgy, hogy tehát kettő vagy több gyümölcsből különböző koncentrációjú házasításokat, és a végén kiderül, hogy melyik lesz az igazi, ami aztán palackba kerül.